Nehéz az élet, a mezőny még inkább kiegyenlítettsége miatt a férfi kosárlabda bajnokság NB1B osztályának zöld csoportjában is. Ezt jelzi az oda kieső és játékos állományában inkább erősödő, mint gyengülő Bonyhád eddigi két veresége is. A harmadik fordulóban odahaza már kötelező volt nyerni a sárgáknak, akik magasság, de legfőképpen a rutin tapasztalat dolgában fölényben voltak a soron következő ellenfél a Debreceni Egyetem U23-as csapatával szemben. Ez azonban a mérkőzés nagy részében, háromnegyedében egyáltalán nem domborodott ki. Gyors lábmunkával, remek egyezegyezésekkel, zicsereket, büntetőket harcoltak ki az alacsonyabb feketemezesek, és középtávolról, sőt hárompontos vonalról is olykor betaláltak. A harmadik játékrész végig, sőt a negyedik elejéig nyílt volt a meccs. 50-49-ről indult az utolsó 10 perc. Mint utólag kiderült, már minden tekintetben Bonyhádi fölénnyel. Az új játékos Papp Péter volt ekkor is a csapat vezéregyénisége. Döntő tényező volt ekkor, hogy a védő lepattanókat szinte csak a sárga mezes hazaiak szedték, így jóval többet támadhattak ellenfelüknél. Előbb 10 pontra, aztán 15-re nőtt a különbség, vagyis élet a bonyhádi győzelem, ami a végére még fölényesebb lett. És a suszpoén is járt a nézőknek, a meccs végét jelző dudaszó megszólalásának pillanatában a fiatal Csobán Dávid legalább 15 méterről elengedett tripla kísérlete ritkán látható módon az ellenfél gyűrűjébe landolt, miután a közönség ovációval fogadta a 80-57-es bonyhádi győzelmet, amit legutóbb nagyon régen, valamikor még áprilisban a piros csoportban élhetett át a csapat a tavalyi meglehetősen libésznyomásos, számukra kieséssel végződő NB1B-s bajnokságban. Az első tudtuk nyerni, de hát a múltkor óriási pekünk volt, és saját butaságunknak köszönhetően elrontottuk ezt a mérkőzést az Óbuda ellen. A kecskeméti mérkőzésre nem lehet semmit mondani, mert alig tudtunk elmenni hétköznap, ugye hát amatőr csapat vagyunk, munkai, iskolai elfoglaltság, betegség, kezdőből 4 ember hiányzott, tehát az nem mérvadó. Most ez a mai mérkőzés azért ez már mutatott valamit, főleg a második félidőben mutatott játék. Jó jel, hogy a második félidőben játszott jobban a Bonyhád, és a Papp, Pupp, Dorogi, Gébert mezőnyemberek mellett a magas emberek, például Tömösvári, nem csak pontjaikkal, hanem védekezésükkel is hozzátettek nem keveset a győzelemet. Ám ha ki lehet emelni valakit a bonyhádi csapatból, az mindenképpen a csapat doyenje, az 5-6 évvel ezelőtti NB1B-s bajnok sikercsapat egyetlen hírmondónak megmaradt játékosa, Gébert Attila. 80%-osan dobott mezőnyből, 60%-ban értékesítette a triplákat, 22 pontjával a mezőny legértékesebb és legeredményesebb játékosa volt ezen a meccsen. Hát igyekeztem mindig formába lendülni, nyáron edzettem rendesen, illetve hát természetesen a szezon közben is. Igyekeztem mindig elmenni futni, kondizni. Nem mondom, hogy nem fáradtam el, mert nem is tudom, mióta játszottam ennyit utoljára, talán még a serdülő meccseken, de hát ilyen jól is, nem is tudom. Talán otthon dobtam a kispalánkra, az egyméteres kispalánkra. A már U11-es edzőként is dolgozó Gébert Attila úgy látja, napfényesebb időszak köszön be az idén a visszaesés évei után a bonyhádi kosárlabdában. Szerintem több is van bennünk, ez majd a szezon közben kiderül, mert igazából a többi csapatot mi sem ismerjük még. Ahogy megy majd a szezon, úgy jövünk rá mi is, hogy tényleg, hogy hova tartozunk igazából, de a középmezőny az biztos, tehát az reális. Arra is van esély szerinte, hogy az idén javuljon az edzés látogatottság, ami évek óta gond a bonyhádi kosárlabdában. Ezt nehéz összeegyeztetni, igyekszünk természetesen minél több edzésen ott lenni, de hát nem mondom, hogy nincsenek problémáink, de jóval jobb a helyzet, mint tavaly. Kész játékos azért egyet igazolunk, a Papp Pétert, aki korábban itt játszott már nálunk, ő egy intelligens kész játékos, aki nagy hasznára lehet a csapatnak. Én a fiatalokban azokban van a reményünk, úgyhogy itt a Pupp Bence, a Dorogi Gergő, a Csobán Dávid, aki most egy fantasztikus góldobot. Elvesi saját nevelési játék. Igen, ő már régóta, 2-3 év óta itt játszik Bonyhádon, az U20-as csapatnak volt erőssége. Ugye a Gébert Attila, aki itt maradt, ő is egy kész játékos, aki ma szerintem a mezőny legjobbja volt. Támadásban, mint védekezésben hozzátette magát,
az új, a horvát gyerek, ez a fiatal gyerek, akit igazoltunk, ez is ma hozzátette. A fiatalok és a rutinos játékosok egybelege jó esélyt kínál arra, hogy a Bonyhád fölküzdje magát a középmezőny élére az NB1B zöld csoportjában. Erre dicső múltja is kötelező.